15 éves kora óta támogatta anyagilag a most sértetté vált asszony az őt megkárosító unokahúgát. A vádlottá lett fiatalabb nő 2019-ben kért kölcsön először nagyobb összeget a rokonától. Akkor 1,5 millió forintot kapott, amit elvileg egy siófoki ingatlan átiratására kellett volna költenie. Később újabb 1 milliót kért, azt mondta, az autója javítását finanszírozza belőle. De volt, hogy közel 3 milliót csalt ki a nagynényétől, abból a kölcsönből egy vállalkozást akart indítani. Az átvert asszony még egy megtakarítási számláját is megszüntette, hogy az azon levő 5 millióval támogassa a vádlottat. A pénzt végül hiába kérte, sosem kapta vissza, ezért előbb a rendőrséghez fordult, majd a bírósági tárgyalóteremben találkoztak újra az őt megkárosító nővel. Az ügyészség a vádlottat jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalásbüntettével vádolja. Az előkészítő ülésen jelenlévő vádlott a váddal egyezően beismerte a bűnösségét, és vállalta azt, hogy a cselekményével okozott kárt a sértetnek megtéríti, azaz a vádiratban foglalt több mint 10 millió forintot a sértett részére visszafizeti. Vagyis a csalás miatt felelni kénytelen vádlott abban bízik, hogyha megtéríti a több mint 10 millió forint kárt, akkor enyhébb ítéletre számíthat. Így az ügyben még legalább egy tárgyalást biztosan tartanak majd. A vádlott nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, ezért az ügyet az előkészítő ülésen nem lehetett befejezni. A bíróság a büntetés kiszabási körülmények tisztázása érdekében tárgyalást fog tartani az ügyben, amelyet a jövő évre tűzött ki. A saját nagynényét átverő vádlott egyébként akár 8 év börtönbüntetést is kaphat.